Lola, elérkezett a te ma este nagy pillanatod. Adás elején szivattalok, hogy mennyit nyomkodod a telefont, úgyhogy hamarosan kezelésbe veszük a mancsaidat. Itt van velünk ugyanis Puskás Krisztina, aki a kezek rekreációjával foglalkozik. Hogy ez mit akar pontosan, azt hamarosan megtudjuk. Szia, köszöntünk a stúdióban. Szervusztok, üdvözlöm a nézőket. Kezdjük szerintem rögtön az elején, hogy mit jelent pontosan az, hogy kézjeles kommunikáció. Mit akar ez a fogalom? A kézjeles kommunikációnak többféle jelzés a része, például a nonverbális kommunikációnk során használt jelzések, vagy éppen lehetnek ezek jelnyelvi jelek, vagy fantáziaedző mozdulatok, amelyek többnyire egy-egy jelnyelvi jel tovább gondolt változatai, például egy-egy dologgal történik valami, és azt próbáljuk bemutatni, de vannak benne például kéz- és ujjmozgások, valamint egyéb jelzések, illetve készformatorna. Ezeknek a jeleknek és a módszereknek a vegyítésével mondhatjuk azt, hogy megalkottál egy úgynevezett készforma tornát. Miben tud ez segíteni? Mi mindenre jó, és egyáltalán hogyan képzeljük el? Először is ugye a mozgásunknak én úgy gondolom, hogy az egyik alapköve az, hogy milyen kézformát használunk a kezünkön. Ugye most én, amit itt gesztust alkalmaztam, ugye egy ötös kézformát használtam. Ebből nagyon sok van, hát én is gyűjtögetem otthon őket. Jelen pillanatban a rendszeremben 169 van, a pici gyerekek egy olyan 15-20-25 darabot tudnak megmutatni, és emellett a jelnyelv az 54 készformából épül föl, úgyhogy ezeket tudjuk kombinálni, egymás mellett téve torna gyakorlatokat tudunk létrehozni. Na, jó, hogy említed, mert én rákészültem, hogy aktivizáljuk majd magunkat. Tudsz nekünk mutatni néhány gyakorlatot? Hogyne. Az első legyen az, hogy behajtjuk a hüvelykujjat ide a tenyér közepébe. Ajaj. Minél inkább beljebb. Segíthetek igen? A másik kezemmel? Lehet. Eddig meg vagyok. Persze, hogy megvagy. Nagy kütyüs. Egy ugye? Picit görbülnek ugye a mutató és a középső ujj, annak egyenesnek kellene lenni, egyenes? Amennyire hát csak lehet. Egyenes? Hát azért nem akarlak itt. Picit jó, érzem. Jó, oké. És csukjuk rá a többi ujjat, nagyon jó. Most nyissuk ki, és hajtsuk ki a hüvelykujjat is. Nagyon jó. Ezzel a hüvelykujjat nagyon jól lehet tornáztatni. Igen ám, de ott össze kellene záródva legyenek a 2-3-4-5 új. Mert igen, ezek össze kellene. Azaz, most hajtsuk be. Most nagyon jó. Megint. És most hajtsuk rá. Nagyon jó. Ez az S-1-es készforma, ez pedig a B+1-es egyébként. Nézzünk egy másikat. Például... Először a másikat, mert már elfáradt, igen. Igen, én is azt érzem, hogy szinte begörcsölt. Jaj. Akkor pont egy jót találtam. Ez az S készforma, ekkor a hüvelykujja 2-3-4 ujjakon van, és kinyújtom a mutatójamat. Nagyon fontos, itt láttam, hogy a hüvelykujja egy picit elmozdult, arra törekszünk, hogy a mozdulat kivitelezésekor csak az adott ujj mozogjon, és a többi minél inkább fixen maradjon. Ezt egy pici koncentrációval, gyakorlással hamar el lehet érni. Nagyon jó, már is jobb, igen. A kis ujjnak pedig érintenie kellene a tenyeret. Ez egy picit följebb van, de itt úgy látom, hogy majdnem jók vagyunk, a hüvelykujja harmadik, negyedik ujjat érinti. Van még hova fejlődni, szerintem picit az útjaira, ha rá tudunk menni, hogy igen. Pontosan mit is tud okozni a kütyű használat, milyen elváltozásokat fedezhetünk fel a kezünkön. Igen, ez egy meglehetősen új terület, ugye nem használtuk eddig ezeket a digitális eszközöket ennyire nagy óraszámban. Egy átlagos ember, a statisztikák azt mondják, hogy 3 óra 15 percet használ ilyen digitális eszközöket, és hát bizony-bizony a fiatalok körében ott egy 5 óra 42 perces statisztikát láttam, ami nagyon nagy szám. Úgyhogy ebből kifolyólag sajnos, hogy ugye a kezek meg vannak terhelve, és nagyon fontos, hogy egy sikóan vannak terhelve, tehát a kéz nagyon sok mindent kibír, sokféle differenciált mozgást végzünk ugye a térben, napról napra, de az, hogyha egy sikó a mozgás, és ráadásul terhelt a kéz súllyal, ugye ezek a kütyük azért nehezek, ez sajnos kézelváltozásokat okozhat. De mik ezek a kütyük? Ugye elsősorban szerintem itt mondjuk telefonra gondoltunk, de lehetnek ezek táblagép, tablet, tehát lényegében ugye a tablet és a telefon ugye a
kézre súlyt is helyez, míg a billentyűzet esetén ugye mi tesszük rá a kezünket, tehát ott nincs külön súlyterhelés a kézen, tehát ebből a szempontból egy kicsit tehermentesebb a kéznek a billentyűzet használata, de bizony ott is rendszeresen kinyúlunk az enterhez, és igen. Ugye ez de is így, egy rendszeres mozdulat. Nagyjából most már így rá tudtál nézni a kezünkre, hogy igen. Látsz így első rátásra bármilyen. Én bedobom az én kezemet, hogy nézzük meg, hogy ezzel mi lehet a baj. Egy picikét azt figyeltem meg, amikor így gesztikuláltál, hogy a kis súly egy picit jobban elállt a többitől, mint úgy egyébként kellene. Igen. Nem tudom, hogy esetleg te észrevetted-e, vagy megfigyelted-e. Nem, most próbáltam így óvatosan bánni a kezeimmel. Na de ez mit jelent akkor, hogyha ez a kis súly elállt? A kis súlynál van egy úgynevezett smartphone pinky jelenség, ezt ugye angolul így hívják, egyébként magyarul okostelefon kisújnak nevezzük, és amikor tartjuk a mobiltelefont, akkor nagyon sokszor a teljes súlya a mobiltelefonnak a kisújra helyeződik. Igen. És ezáltal kijebb tolja azt. Tehát tényleg, hogyha egy napi 5-6 órát itt tartjuk a telefont, akkor óhatatlan, hogy így megnyúlik ez a rész, és kijebb tolódik a kisúj. Sőt, egyébként, hogyha itt végighúzom az ujjamat, akár itt ott egy kis gördület van, mélyedést is érezhetünk. Így van, így van. Én néztem interneten képeket, és van olyan, ahol majdnem olyan, mintha kiharaptak volna belőle ott egy darabot, szóval hogy annyira bemélyedt az új, úgyhogy ez már elég riasztó méreteket. Igen, akkor odafigyelhetünk arra, hogyha kezünkben van a telefon, akkor nem mindig a kis ujjon tartja, csak esetleg két kézzel fogjuk meg az eszközt. Nagyon fontos lenne, hogy a kis ujjon ne támasztjuk alá, fogjuk két kézzel, mert akkor a két kéz cipeli ugyanazt a súlyt, mint amit egyébként egy kéz cipelne, és próbáljunk két kézzel, vagy két hüvelykujjal pötyögni, mert úgy az adott hüvelykujjat, amivel egyébként pötyögnénk, tudjuk egy picit tehermentesíteni, hogyha mindkettőre helyezzük így a... Te ugye azt mondtad, hogy az, ahogy a kezünket használjuk, a mindennapokban hatással van az agyunkra, és ezért is lenne nagyon fontos, hogy jól tudjuk használni a kezeinket. Ebből milyen problémák lehetnek? Ennek a tudományos háttere sajnos nem adott, úgyhogy nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha a tudomány jobban foglalkozna ezzel a területtel. Vannak ugyan, tehát hogy vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ennek tényleg komoly hatása lehet az agyra. Például Uzsani dr. Pécsi Rita könyvében lehet fejleszteni, vagy Rombol könyvében lehet erről részletesebben olvasni, és ott azért említ pár kutatást, ami ennek a hatásaival foglalkozik. Én úgy gondolom, hogy érdemes lenne tényleg minél több ilyen vizsgálatot folytatni. Nem annyira feltártak ezek, de... De fontos lenne a jövőben. Igen. Igazándiból azzal van gond, hogy egy síkú mozgást végzünk. Tehát tényleg nem az van, hogy mintha a nonverbális kommunikáció ugye adott az ősidők óta, és hogy differenciáltan mozgunk a térben, nagy teret fölölelve. Ehhez képest ugye lehajtott a fej, és nagyon egy pontra fókuszálunk, és ez ugye olyan kicsit ezen a mozgás. Leszűkül a mozgás. És ez vélhetően az agyat sem stimulálja olyan mértékben, mint egy nagyon fontos témára hívtad fel a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.